A diákok 27 Matthias Corvinus kollégium központból, Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról érkeztek a középiskolás tehetségszüretre Szekszárdra. 163 diák összesen 78 színpadi produkciót hozott el hozzánk. 85 olyan volt, ami nem színpadi produkció. 26-an előadó művészeti kategóriában léptek színpadra, 13-an táncművészeti kategóriában, és 40 zeneművészeti kategóriás produkciót láthattunk az elmúlt 2,5 nap alatt. 44 fő készült valamilyen irodalmi jellegű alkotással, illetve 41 fő nevezett képzőművészeti kategóriában. Böröcz Máté úgy fogalmazott, szerették volna, hogy az intézmény missziójához, a nemzettudat erősítéséhez hozzájáruljon az esemény. Örömmel mondhatom, hogy mindazonáltal, hogy a diákjaink a művészeti vénájukat is meg tudták csillantani, remek kovácsoló hatása volt, tehát közösségkovácsoló hatása volt az eseménynek. Itt azért voltak kiegészítő programok, művészeti kvíz, egyéb elméleti megmérettetések, és mind-mind nagyon jól sikerült. Asztalos Kata, a zsűri elnöke szerint a produkciók büszkeséget jelentenek az MCC-nek. A tudás az önmagában én azt gondolom, hogy nem elég. Nagyon fontos mellette a közösség, és azok a diákok, akik a művészeti téren tehetségesek, ők olyan érzelmi intelligenciával is rendelkeznek, ami ezt a közösséget nagyban előre viszi. Elmenni egy vasútállomásra, és nem szállni fel semmire, csak nézni, hogy Szeged felé a gyorsvonat már egy órára késik. Morvai Levente egy slam poetry elemeket tartalmazó előadó művészeti produkcióval készült, amelyben helyet kapott Cseh Tamás, József Attila, de például Azaria is. Ahogy haladtam tovább és próbáltam megformálni ennek a gondolatiságát, kerültek bele szépen fokozatosan más magyar, elsősorban irodalmi, de átfogóan popkulturális elemek is, és egy olyan világot próbáltam alkotni, ami alapvetően szól a művészetnek a jelentőségéről, a fontosságáról és tulajdonképpen az alkotói folyamatról. A győztes diákok tanulmányúttal gazdagodnak. A képzési központ bízik benne, hogy a jövőben is tudnak hasonló tehetségszüretet rendezni.